Ebben a videóban az átviteli függvény és az impulzusválasz, valamint az ugrásválasz közötti kapcsolatot fogjuk megvizsgálni. Ez egy nagyon rövid videó lesz. A definíciónak is felfoghatjuk azt, hogy az átviteli függvény az Laplace transformátja az impulzusválasznak, tehát hogy az impulzusválaszt ismerjük, akkor el kell végezni ezt az integrált, hogy integrál mínusz nullától végtelenig, vevé t, e ad mínusz st dt, vagy hivatkozom a Laplace transzformációs táblázatra, mert ezt nagyon sokszor itt is jól lehet használni, hiszen az impulzus válasz ilyen típusú függvényekből fog állni, Laplace transzformátja pedig 1 per s plusz alfa függvények összegéből. Ha tehát arra van szükség, hogy az impulzus választ meghatározzuk, és ismert a rendszernek az átviteli függvénye, akkor az inverz Laplace transzformációt kell használni, és ennek az elvégzésére későbbiekben majd néhány példát fogok mutatni. Ez egy roppant egyszerű eljárás lesz. Tulajdonképpen ennyi a kapcsolat az átviteli függvény és az impulzus válasz között. Ezt már többször elmondtam ebben a videósorozatban, már ami a Laplace transzformációról szól, itt ezt összefoglaltuk. Nézzük meg, mi az ugrásválasz. Az ugrásválaszról tudjuk, hogy az impulzus válasz az ugrásválasz ismeretében úgy számítható, hogy azt idő szerint deriváljuk, vagy fordítva, a VT az az impulzus válasz integrálja. Ez egy-egy egyenlet, bal oldalon a VVT-vel, jobb oldalon a VT deriváltjával. Laplace transzformáljuk ezt az egyenletet mindkét oldalon, itt megkapjuk az átviteli függvényt, itt pedig azt, bocsánat, hogy S-szer a VS mínusz, V a mínusz nullában. Azonban a V függvény az mindig belépő, hiszen ez egytérre adott válasz az mindig belépő, ez biztosan mindig nullát fog adni. Tehát azt kapjuk, hogy a VVS és a VS közötti kapcsolat egy S-sel való szorzásban valósul meg, erről is volt már szó. Nézzük meg ezt az oldalt. Itt a VS-et kapjuk bal oldalra, tehát a kisbetűt egyszerűen átírjuk nagybetűre, és ez lesz a transzformátja. A deriváltról pedig már, vagy bocsánat, az integrálról már megtanultuk, hogy egy per S-sel való szorzás, és ez a két függvény, ez a két egyenlet ugyanazt adja eredményül. Ha tehát ismerjük a rendszernek az átviteli függvényét, és nem az impulzus választ akarjuk kiszámolni, hanem az ugrás választ, akkor azt kell tegyük, hogy inverz Laplace transformáljuk a VS transformátat, vagyis inverz Laplace transformáljuk az 1 per S VVS függvényt. Hogy ezt hogy kell megtenni, erre a későbbiekben lesz szó. Ezt megvilágítandó egy kis példát szeretnék itt megmutatni a videó végén, hogyha a rendszer átviteli függvénye VS, és a rendszer bemenetére az 1T jelet adjuk, akkor a kimenete a VT jel. Tegyük azt, hogy a bemenetet kimenetet Laplace transzformáljuk, akkor itt azt kapjuk, hogy 1 per S, itt pedig a VS függvény, ennek a kettőnek a szorzata, vagyis 1 per S szer a VVS. Tehát így is, természetesszerűleg, így is ugyanazt az összefüggést kaptuk, mint az integrálásból adódó kifejezést. Tehát ezekre a műveletekre fogok példát mutatni, hogy hogy kell kiszámolni átviteli függvény ismeretében ilyen-olyan bemenői erre a válaszjelet, vagy éppen az ugrásválaszt, vagy az impulzus választ. Gyakorlatilag ezzel az utolsó három videóval megvizsgáltuk viszonylag röviden, hogy milyen kapcsolat van az átviteli függvény, a rendszeregyenlet, az átviteli függvény és az állapotváltozós leírás, valamint az átviteli függvény és az impulzus válasz, ugrás válasz között, és látni fogjuk egy-egy példán keresztül, hogy ezek egymásba nagyon egyszerűen átszámíthatók, hogyha a középpontba az átviteli függvényt helyezzük, az átviteli függvénnyel való számítások azok roppant egyszerűek. Ez akkor lesz teljes, akkor lesz világos, hogyha az inverse transformáció műveletét is megvizsgáljuk. Arról pedig korábban volt szó, hogy milyen kapcsolat van az átviteli függvény és az átviteli karakterisztika között, tehát mikor lehet egyiket a másikba S egyenlő J omega, vagy J omega egyenlő S helyettesítéssel tenni,
Ismétlésképp elmondom, hogy a rendszernek kauzálisnak kell lenni, és gerjesztés válasz stabilnak kell lenni.